A rezsicsökkentés csökkentése egyik volt a jelenlegi kormányzat legfontosabb intézkedéseinek. A kedvezményes lakossági árakra való törekvés a gyakorlatban azzal segítette a fogyasztókat, hogy a piaci áraktól függetlenül egy meghatározott, jelentősen olcsóbb díjjal számolhattak a gáz és áram esetében. A legfrissebb kormányzati intézkedések nyomán az emberek csak abban az esetben számolhatnak a kedvezményes árakkal, ha a meghatározott átlagfogyasztáson belül tudnak maradni. Ez azonban sokak számára jelent nehézséget. Mindenről Sólyom Balázs közgazdász adószakértővel beszélgettünk. Ugye 2013-ban vezették be ezt a fogalmat, kisebb, illetve nagyobb viták is övezték uniós szinten is, illetve a hazai kommunikációban is voltak ezzel kapcsolatosan negatív felhangok. A lényege az, hogy a lakossági fogyasztókat érintően egy meghatározott fix áron vételezhetnek áramot és gázt. Ez a fix ár, ez akkor nem alkalmazkodott a piaci árakhoz, hanem ez egy leütött ár volt, amelyet 2013-tól számítottan tudnak élvezni és igénybe venni a családok, lakossági fogyasztók. Tehát tulajdonképpen innen indult el a rezsicsökkentés története, ez kitartott közel 10 évig, amelyben most egy igen komoly változás történt. Ugye hallhattuk minden híradásban, és hamarosan az első számlákban érezni is fogjuk ennek a talán negatív hatását. Azt kell arról tudni, ami történt, hogy ezt a mindenki számára elérhető fix árat, ezt most korlátok közé szorították, egy elég komoly korlát közé, ugye áram esetében 210 kWh per hó, gázfogyasztás esetén 144 köbméter per hó, ezt átlagra számítottan vették figyelembe. Itt én fontosnak tartom azt elmondani, hogy az átlagszámítás az nem egy jó történet, semmilyen szempontból, ugyanis pont, hogyha Dunajvárost nézzük, én vidéken egy kis településen élek, hogyha veszek Dunajvárosból 1800 ingatlant, és veszek a településemről 600 ingatlant, akkor mondhatjuk azt, hogy a háromnegyede nem lesz érintett az emelt gázban, viszont ez a háromnegyede ez a dunajvárosi távfűtéssel rendelkező 1800 felhasználót érinti, míg a 600 vidéken élőt szinte mindegyikét fogja érinteni a drágább ár. Tehát, hogy ezért mondom, hogy az átlag az nem feltétlen egy jól kitalált történet volt itt. Hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Ugye a 210 kWh, illetve a 144 köbméter per hó gázfogyasztás, én úgy gondolom, és ezt tapasztalom vidéken, hogy egy átlagos energetikai tényezőkkel rendelkező ingatlannál már a 144 köbméter gáz az biztosan kevés. Tehát, hogy egy 80-100 négyzetméteres családi háznál ez biztosan kevés, és biztosan át fogja lépni. Nagyon egyszerű saját példámat tudom elmondani, én nekem egy két ás energiaosztályú ingatlanom van, ebben az ingatlanban én körülbelül bele fogok férni, de a kétás energiaosztály az már nagyon komoly energetikai beruházást jelent, hőszivattyútól, szigeteléstől kezdve minden. Viszont van olyan munkatársam, aki havi szinten 350 köbméter gázt fogyasztott. Esetében nagyon komoly lesz ez az árváltozás, hiszen eddig fizetett mondjuk 40 ezer forintot, ez a jövőben 200 ezer körülire megy havonta. Tehát, hogy nagyon-nagyon oda kell arra figyelni, hogy mi is fog történni. Hiszen én azt tapasztalom a saját környezetemben, hogy nagyon sokan nem is fogják föl, hogy mi történik. És igenis, ezt el kell mondani az embereknek, hogy nézd meg a gázszámlád, nézd meg a villanyszámlád, egyeztess a szolgáltatóval, nézd meg a lehetőségeidet. És pontosan azért, mert ráadásul ilyen nagyon, nagyon érdekes időtávok vannak ebben a rezsicsökkentésben. Az első számlák szeptemberben fognak megérkezni. Ugye augusztus 1-től él. Szeptemberben fognak megérkezni, mondjuk szeptember végi fizetési határidőkkel. A védendő fogyasztók 90 napos kikapcsolásban vannak, ez azt jelenti, hogy december lenne az első kikapcsolás, ha mégse tudná befizetni. Decemberben általában az elmúlt években kikapcsolási moratórium volt. Belemegy a télbe, lefűti a telet, és márciusra 2-3 millió forintos rezsiszámlája halmozódhat föl. Tehát ezt a kérdést nem szabad figyelmen kívül hagyni senkinek. És tulajdonképpen a családok
ról beszélhetünk, hogy kiket érint is leginkább. A vállalkozásokat természetesen, de őket nem mostantól. A vállalkozások számára már a versenypiacról való vételezés régóta opció, és én látom azt, hogy nem jó a helyzetük, hiszen ott már 150 forintos kilovattórás nettó rendszerhasználati díjak nélküli árak vannak. Ehhez képest most a lakosság számára meghatározott ár az bruttó 70 forint az áram esetében, de a családok esetében is nagyon-nagyon oda kell arra figyelni, hogy mi fog történni. Persze a nagycsaládosoknak van további kedvezmény, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy ő jó eséllyel ki fog jönni. Elő kell venni azt a villanyszámlát, elő kell venni ezt a gázszámlát, el kell osztani, meg kell nézni, hogy mit lehet tenni, és hogy mire van lehetőség. Hiszen egy 200 ezer forintos gázszámla növekedésnél lehet el kell gondolkodni azon, hogy akkor ezt az összeget inkább energiafejlesztésre fogom használni, hiszen így is, úgy is ki kell fizetnem. Tehát persze spóroljunk meg, ne fűtsünk annyit, ne világítsunk annyit, de ezek azért nem megoldások. Az embereknek van egy komfortzónája, amelyben szeretnek benne maradni, és a rezsicsökkentés volt tipikusan az a helyzet, amely ezt a komfortzónát szélesítette. Megszoktuk, hogy 40 forint az áram, megfogtuk, hogy 100 forint a gáz, és erre rendeztük be. Tehát van olyan család, aki nem tud gázon kívül mással fűteni, hiszen 15 ezer forintból vagy 20 ezer forintból kifűtötte a telet, miért investáljon be most egy vegyes tüzelésű rendszerbe, vagy akármilyen más rendszerbe. Viszont most ezek a kérdések nagyon-nagyon elő fognak jönni. Sólyom Balázs kiemelte, az átlagfogyasztás túllépők jelentős drágulást tapasztalhatnak majd a számlák tekintetében. Azt mondta, a korszerűtlenebb ingatlanokban még a gáz és az áramfogyasztás csökkentését is nehéz megoldani, hiszen a korszerűsítés is hatalmas költségekkel jár. 144 köbméter gázról beszélhetünk rezsicsökkentett áron. Ez átlagosan olyan 15 ezer forintos gázszámlát jelent. 200 köbméternél ez az összeg már egy jelentős dráguláson megy keresztül, ugyanis ugye a gáz lakosság számára fizetendő nem rezsicsökkentett ára az 750 forint per köbméter körül van, tehát 200 köbméter gázfogyasztás esetén ez már havi szinten közel 30-40 ezer forintos árdrágulás, tehát éves szinten 500 000 forintos árdrágulást jelent, és 140-ről csak 200 köbméterre mentünk. Hogyha 300 köbméterre megyünk, amely tényleg egy nagyobb, nem korszerű ingatlannak is lehet az energiafelhasználása, 300 köbméternél ez 150-200 ezer forintos havi szintű drágulást jelent. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy az energiaárak azok kvázi nagyságrendileg adottak. A világpiac meg tudja határozni, de nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül egy köbméter gáz vagy egy kilovattóra, hanem az, hogy ez milyen arányban van a háztartás bevételéhez. Mert lehet példálozni kelettel, nyugattal, hogy hasonló árak vannak, persze egész más büdzséből kell kitermelni ezeket az árakat, és én közgazdászként is mindig azt szoktam mondani, hogy viszonyítsunk valamihez, nézzük meg, hogyha a rezsiköltségem a bevételeim 20%-a, akkor azt mondom, hogy rendben vagyok. Hogyha a bevételeim 200%-a, akkor ott azért komoly gondok vannak. A szakértő azt mondta, egyéb intézkedések hiányában az emberek egyetlen esélye a fogyasztásuk csökkentése. Erről bár számos tippet és ötletet találnak a fogyasztók, a működőképes energetikai beruházások súlyos összegeket emésztenek fel az otthoni költségvetésből. Energiakorszerűsítés, amelyre van egy hónap, hogy megoldják, és azért tisztában vagyunk az építőipar jelen helyzetével és a szakipari elérhetőségekkel, tehát ez nem tudom, hogy opció erre a térre. Hát mindenképpen jó dolgot nem tudok mondani. Tehát, hogy igenis nyomon kell követni napról napra a gázfogyasztást, az áramfogyasztást, oda kell figyelni arra, hogy mit használ, hogyan használ, és igenis szélesíteni kell ezt a komfortzónát. Tudni kell belőle egy picit kilépni. Nem azt mondom, hogy 10 fokban kell otthon ülni, mert nem ez kell, hogy megoldás legyen, de meg kell néznünk azokat a határokat, lehetőségeket, amiket kell fogunk tudni spórolni, mert nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk. Az interjú végén a szakértő kiemelte, az említett kérdéskört nem lehet figyelmen kívül hagyni. Elsősorban az általányfizetők esetében kiemelten fontos, hogy kérjenek egy köztes mérőállás diktálást, hogy még véletlenül se fizessenek hónapokra visszamenőleg emelt áru rezsiszámlát.